Kisebb csúszással, de végre sikerült átadjuk a Sugóparti Hírek által meghirdetett a hónap sportolója szavazás februári dobogósainak díjait. A harmadik, a Bajai Birkózó Klub kiválósága Borsós Bálint lett. Nagyon jól fogadtam, igazából nem számítottam rá, hogy bármelyik is leszek. Nagyon örülök a jelölésnek is, és hát igen, ennyi. A második helyen a Bajai NKK kosárlabdázója Kovács Dóra végzett. Nagyon örültem a jelölésnek. Remélem, hogy azért kaptam ezt a jelölést, mert jól teljesítettem a meccseken, bár ez egy csapatsport, csapatjáték, és itt mindenki megérdemelte volna szerintem a csapatból. És a hónap győztese egy, még Bálintnál is súlyosabb egyéniség, a fekvenyomó Sauer Kornél, aki a Sugó Power színeiben az utóbbi időben országos bajnokságot és Európa bajnokságot is nyert. Hát először is nagyon köszönöm mindenkinek, aki rám szavazott. Meglepődtem én is a szavazatok számán, nem gondoltam, hogy ennyien figyelemmel kísérik a pályafutásomat. Nagyon jól esett, köszönöm mindenkinek. Az első három helyezett értékes ajándékokat vehetett át a Bajtek USA jóvoltából. Bár mindhármuk választása a laikusok számára kissé kínai, de természetesen teljesen tudatos volt a cég Kossuth Lajos utcai üzletében. Őszinte leszek, én kicsit belesegítettem magamnak a választásba, és egy glutamint és egy ilyen hipotonik dolgot választottam, ugye az utántöltés nem nagyon fontos, azért ezt választottam, hogy nehogy ne sérüljek fel nagy versenyek előtt. Hát általában ilyeneket, vitamincsomagokat, akkor edzés előtti formulákat, ilyen stimulánsokat, ami megpörgeti egy kicsit az edzést, meg az ilyen glutamin dolgokat, amik visszatöltenek. Tehát ez a legfontosabb nálunk talán, a visszatöltés. Nehogy lesérüljünk. Karnitint választottam, cseresznyés ízűt. Most éppen fogyasztok. Remélem, hogy a szálkásításban majd segíteni fog, hogy ne csak izmot növeljek, meg töveget növeljek, hanem akkor szépen látszódjanak az izmok nyárra. Mi folyamatosan használunk táplálékkiegészítőket, és abból is kizárólag olyat, amik bevizsgált termékek, tehát itt a szigorú doping ellenőrzés miatt erre nagyon annak kell, hogy figyeljünk. Én egy multipak vitamincsomagot választottam, ami egy összetett, elég erős, nagy dózisú vitaminokat tartalmazó csomag, 30 napra elegendő. Ebben minden szükséges vitamin és ásványanyag benne található, illetve egy speciális aminósav kivonatot, a HMB-t, ami a megterhelő nehéz edzések során az izomzat leépülését gátolja. A hónap győztese nem csak a Bajtekben vásárolhatott, hanem az Eva sportboltban is a Déri Ferenc sétányon. Az üzlet tulajdonosa nem más, mint Evanics Zoltán, a BSK egykori nagycsapatának játékosa és a BLS-e jelenlegi edzője, aki számára egyáltalán nem volt kérdés, hogy támogatja kezdeményezésünket. Ugye itt élünk Baján, itt sportoltam, itt dolgozom edzőként. Én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon jó ötlet a szervezőktől, hogy próbáljunk meg havonta a különböző sportágokból kiválasztani olyan sportolókat, akik Baján, bajai emberként érnek el mondjuk országos sikereket, vagy megyei sikereket, vagy te akár még nagyobbat is, és ezt én örömmel támogatom. Mit szólsz Kornél sikerre, és egyáltalán egy ekkora ember mit tud nálad választani? Hát igen, nem egyszerű a történet. 3x-4x-ig tudunk ilyen kisportolt emberekre is ruhákat adni. Tehát azért az utcai forgalomból vannak, nem ilyen izmos, csak hasonló testalkatú, tehát nagy darab embereink. De összességében, amit a Kornél csinál, hát kalapot le előtte, mert óriási meló, régóta ismerem, és úgy gondolom, hogy tényleg ez baromi nagy kitartás, baromi nagy megszállottság kell, hogy valaki ezt tudja csinálni. Nagyon szeretettel várjuk a vásárlókat, nem csak jutalmazni szeretünk, hanem szeretjük, hogyha az utca embere is viszi a jó hírünket, mert nálunk megtalálta azt, amit keresett, és hát általában van is elég nagy készletünk. Itt a tavasz miről van szó? Na, várjuk a futókat. Baján a Futim csapat óriási, tehát ők rengeteg embert mozgatnak, gratulálok a Kuritár Zorinak, nagyon jól csinálja a dolgát, és hát azt látjuk, hogy az utca embere is egyre többen sportolnak, nagyon-nagyon sokan válasszák a futást, mert ugye az nem annyira költséges, bár azért egy jó futócipő, egy jó felszerelés kell hozzá, ebbe tudunk mi segíteni.
Visszatérve a szavazásra, március legjobbjaira április 28-áig lehet szavazni honlapunkon, a www.sugopart.hu-n jobb oldalt, valamint Facebook oldalunkon a Sugóparti híreken is, ahol a szavaz március legjobb sportolóira fotóalbum képeire lájkolva lehet voksolni. Emlékeztetőül az öt jelölt, Faldom Gábor triatlonozó, Sauer Kornél fekvenyomó, Pataki Győző sakkozó, Kapitány Bálint cselgáncsos és Gulyás Gréta kickboxos. Szavazni azért is érdemes, hiszen nem csak a sportolók nyerhetnek, hanem a voksolók között az F&H kerékpárbolt és a termelői Spice 2500 forintos utalványát is kisorsoljuk.